Nyíregyháza önkormányzata Európai Uniós forrásoknak és hazai pályázatoknak köszönhetően 1 milliárd forintos támogatást nyert a tulajdonában lévő épületek energetikai felújítására. Ez azokra az épületekre vonatkozik, amelyeknek üzemeltetése költséges és időszerű a korszerűsítésük. A cél az, hogy csökkenteni tudják az energiára fordítandó költségeket. Ebben már megújult három iskola, a Vasvári, az Rényi, a Sipkai, most itt a negyedik, a Kazinci, a Mostárház, az önkormányzatnak a B épülete, az egyes számú idősek klubja, tehát több olyan közintézmény, amelynek a külső és belső infrastruktúrája elmaradott volt. És annak ellenére, hogy az önkormányzat nem a fenntartója az iskoláknak, az épületek az önkormányzati tulajdonban vannak, fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek, a tanulók, akik meg a tanárok, akik dolgoznak nap, mint nap és ide, az különböző iskolákba járnak ide a Kazinciba, jobban érezzék magukat. Lehet látni, hogy a külső homlokzata, hogy megújult, azért sokkal szebb lett az iskola. Az esztétikai korrekción túl ez és a többi épület korszerűsítések köze 570 tonnával csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását évente, és csökken a primer energia felhasználás is. Ehhez a Kazinci Ferenc tagintézmény 154 millió forintos fejlesztéssel járult hozzá. 2017. június 1-én kezdődött a projekt, teljes hőszigetelés történt színezéssel együtt, tetőszigetelés, radiátorcsere, illetve az akadálymentesítés, ami már nagyon időszerű volt az intézményünkben. Nagyon örülünk ennek a beruházásnak, mert már most érezzük a hatását, sokkal komfortosabb a benti életünk. A toppos komplex beruházás ezzel az intézménnyel a végéhez ért, már csak az utolsó simításokat végzik a szakemberek az épületeken.